Merre tart ma a digitális világ? Miért pörögnek rá egyre többen a közösségi oldalakra és a videojátékokra? Hogyan válhatunk tudatos digitális szülővé, amikor a folyton változó 21. században offline szülőnek sem mindig könnyű lenni? Ezekre a kérdésekre próbált választ adni fegyverneki Gergő, módszertani tréner, az MCC gyakorlatias előadásán, az új média, az evolúció pszichológia és a gyereknevelés hármas meccésében. Ez egy fontos téma, hiszen ugye szülőként, tanárként rengeteg mintát láttunk azzal kapcsolatban az elődénktől, hogy ugye hogyan tanítsuk meg a gyerekeket mondjuk biztonságosan közlekedni, hogyan védjük meg a szélsőséges időjárástól, mikor adunk a gyerekre meleg kabátot Viszont ezt nem tudtuk megtanulni a szülénktől, hogy hogyan váljunk hatékony digitális szülővé. Hogyan védhetjük meg a gyerekeket az online veszélyektől úgy, hogy nem tiltjuk az eszközt, hanem pont, hogy ma a negyedik ipari forradalom kellős közepén megtanítjuk őket a tudatos és hatékony kreatív eszközhasználatra. Az előadó kiemelte, manapság az internet használattal kapcsolatban nagyon sok problémával találkozhatnak, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is az adatvédelem, az online bántalmazás, intim fotók küldése, tovább küldése, hírek, álhírek megkülönböztetése, érzelmi behálózás, játékfüggőség pornófüggőség, közösségi médiának a látványvilága, influencerek által okozott testképzava, szóval nagyon nagy és egyre több a probléma. Az MCC következő alkalmán október 22-én kedden Margittai Gábor, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója, író, dokumentumfilmrendező, szerkesztő, az erdélyi magyar főnemesség múltjáról és jövőjéről tart előadást az érdeklődőknek.